Én nem. Új helyen sosem tudok. Ezért lefoglaltam magam. Ez a hobbim. Ez tényleg szép. Neked adom. Ó, nem lehet. Semmi gond, ez csak egy barátságkarkötő. Köszönöm. Vedd fel. Nem, nem akarom, hogy bepiszkolódjon. Felteszem. Tudtam, hogy jól áll neked. Gondolom, nem szeretnéd, hogy segítsek, úgyhogy előre megyek. Jó. Kérlek, intézem a melót, csinálok kaját, csak vedd át a helyemet a suliban. Mi volt, ha nem veled van a bajjal? Kipróbáltam, és ezt kaptam érte. Borzasztó, biztos egész éjjel fent volt miatta. Miért? Szerintem egész jól nekem néz ki. Nekem nem tetszik, csak mondd meg, hogy mára milyen melók vannak. Mindegyiket? Stevie-ével együtt? Igen. Rendben van. Tudod, hogy Madonnának nincs kajája, rá kell nézni a patak menti csordára. Nem látod a vörös bugyimat? Azt mondtad, nem tetszik a fickó. Tegnap teregettem ki. Tartottam? Igen, a Girhes Jim itatói mocskosak, a frigót ki kell galancolni, és az én szobámban nem ártana kiporszívózni. Klassz. Jól van, a mai napunk az utolsó, így próbáljunk a tegnapinál energikusabbak lenni. Rodeo képzésre jöttünk, nem megdumcsizni a múlt hétvégét. Úgyhogy fejezzétek be a szüttyögést. Jól van. Nem lehetnél egy kicsit kedvesebb? Nem vagyok az anyjuk. Lassan azt is a szájukba kéne rágni, hogy kell felhúzni a csizmájukat. Hol van Kate? Más dolga volt, így én vettem át a helyét. Mit csinál? Mivel kezdjük ma? Lássuk. Azzal nincs elég kötelünk a gyakorláshoz. Mikor jön vissza? Ki? Két. Nem tudom, ma biztosan nem Billy. Hol a bika? Azt hittem, ma gyakorolhatunk a műbikán. Csak így tovább, Justin, egész ügyesen csinálod. A cél előtted áll. Nem segít, ha behunyod a szemed. Ne dobd el, amíg fel nem készültél. Ne lóbáld ide-oda a lovat fejét. Stevie, lehiggadnál egy kicsit? Segíteni próbálok neki. Nem érünk le egész nap. Elég volt, szállj le a lóról. Mások idejét pocsékolod. Ez meg mi volt? Reménytelen eset, minek bíztatni? Ezt ki mondta? Semmi értelme, hogy azt mondogat neki, milyen jó. Ő is fizetett, mint a többiek. Azért vagyunk itt, hogy tanítsuk. Van, amit nem lehet megtanítani, vagy érted, vagy sem. Ez nem megy neked. Mi? Csapnivaló tanár vagy pajtás. De igen, úgy van. Mindegy, úgyis egy rakás lekvár vagytok. Szia. Szia. Az a helyzet, Stevie, hogy tényleg pocséktanár vagy. Jézusom, ha fel akarsz dobni, bénát csinálod. Hiszen semmit sem magyarázol el. Nem, de megmutatom. Elvárod tőlük, hogy tökéletesek legyenek. Magasak az elvárásaim, mi a baj ezzel? Olyan nagy sztárnak hiszed magad, hogy elfelejted, hogy jutottál ide. Ide hallgass. Nem mindenki olyan jó, mint te. És nem is lehet. Tudod mit? Próbáld elképzelni, milyen volt, amikor tanultál. Senki nem bíztatott, hogy menni fog. Nem akartak női lovasokat. Senki nem mutatott semmit. Talán azt akartam, hogy nekik is ilyen nehéz legyen.
Mi lenne, ha visszajönnél és befejeznénk? Idiótának tartanak. Akkor meg mit veszíthetsz? Gyere, te kemény fejű. Menjünk. Jó lesz. Szia! Te mit keresel itt? Csak hiányoltalak. Mi? Miért nem szóltál, hogy ma a ház körül van munkád? Nézd, Paul, alig ismersz, nem hiányolhatsz. Igen, tudom, hogy tényleg különös. Úgy érzem, mintha rég ismernélek. Most már dolgoznom kell. Mi a baj? Semmi. Nem viseled a karkötőmet. Nem, mert... Túlzásnak tartod? Ezért kerülsz? Ne haragudj, nem tarthatom meg. Érted? Szia, Dave! Hello, hello! Hogy vannak ma reggel a lányaim? Tudod, meg vagyok, melózok. Én a birkákra gondoltam. Persze. Dave, megnéznéd Madonnát is, nem akar enni. Előbb egy tehén, ami vasat evett, most egy, amelyik nem eszik. Mit műveltek a tehenekkel? Hülyéskedtem. Persze, bocs. Csak egy kisé szétszórt vagyok ma. Se baj, mutasd az utat. Fel van puffadva. Talán a gázoktól. Szóval egyáltalán nem eszik? Nem. Dave, mondd csak, ismersz valakit, aki nem érti a nemet? Hát nem könnyű jóképű lódokinak lenni, aki remek sztorikat mesél. A hölgyek nem hagynak élni. Vagyis sajnos mégis hagynak. Inkább üldöző vagyok, mint üldözött. De te mitől állsz le? A józan eszemtől. Bevallom, persze, ezerszer felhívnám, hogy köszönni halljam, majd letenném. De nem teszem. Idővel a romantikus átvált a kissé hajmeresztőbe. Vékony a határ. Most konkrétan valakiről van szó? Nem igazán. Jól van. Nem boldog kis cserkészek. Se baj, hagyd őket rám. Jól van, srácok, a szünetnek